Az állami kedvezmények mellett, amelyeket eddig a régi diákigazolvánnyal is igénybe lehetett venni, már kereskedelmi kedvezményekben is részesülhetnek az új igazolvány tulajdonosai. A diákok 5, 10, 20 vagy akár 50% kedvezményt is kaphatnak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is van egy pár különböző ilyen egészségközpont, fitness centrum, ahol lehet használni. Ugyanakkor, ahogy az ország különböző területein ez nem feltétlenül azonos, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében sajnos egyelőre viszonylag kevés helyen fogadják el az igazolványt a vállalkozók. Ugyanakkor a kedvezmények hálózata az egy abszolút nyílt hálózat. A csatlakozni vágyó vállalkozók, akik szívesen látják a diákokat, jelentkezhetnek a Diák Kedvezmény Kft-nél. A nyári szünetben érdemes figyelni az elfogadó helyek országos listáját, hiszen a kikapcsolódásra is számos lehetőséget nyújtanak. A megújult igazolvány már nem csak belföldön, a határon túl is használható. Formájában is megújult, illetve a chip mellett most már ez nemzetközi diákigazolványként is funkcionál, tehát korábbiakkal ellentétben most már a magyar diákoknak, azoknak, akiknek az új diákigazolványa van, már nem lesz szükségük arra, hogyha külföldre utaznak, akkor nemzetközi diákigazolványt váltsanak ki, ugyanis az EIK-nak, az Európai Ifjúsági Kártya Szövetségnek a tagjává válnak. Az elfogadó helyek részletes listája elérhető a www.diákkedvezmény.hu-n. Egy applikáció segítségével pedig akár telefonon vagy táblagépen is figyelhető, hol van a legközelebbi diákkedvezmény nyújtó hely. Az alkalmazásban megtalálhatóak a diákigazolvány igénylésének feltételei, valamint a hazai és külföldi kedvezmények típusai.